Egy kis időutazásra hívja önöket, Mező Misi, a Duna csatorna Jézus és című ismeretterjesztő műsorában ősi mesterségeket mutat be, amelyeken keresztül közelebb kerülhetünk a hithez, a valláshoz, és személyes élettörténeteket is megismerhetünk. Hogy milyen mesterségeket láthatunk, és milyen volt találkozni olyan emberekkel, akik a munkájukat nem kötelességként élik meg, nem sokára kiderül, előtte pillancsunk bele a műsorba. Tartod a tempót! Tartod a tempót, nem esel össze! Magyarországon jelenleg nincs kötelező sorkatonai szolgálat. Ma tartalékosokkal gyakorlatozom együtt, akik civilek, de egy fegyveres konfliktus esetén önként vállalnák a harcot. Gyerünk, mező! Ne maradjon, ne jöjjön! Gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, mező, tartsa tempót! Gyere! Gyerünk, jöjjön! Gyere! Gyere! Elfáradt! Tudja mit, adok magának valamit. Úgy gondolom, ez segíteni fog. Kellő pillanatban átsegíti a helyiségeket. Tudunk tovább menni? Erőt adott? Gyerünk! Vendégünk Mező Misi énekes, a Jézus és műsorvezetője, aki reméljük most már meg tud szólalni, valamint Filó László zászlós, akit az iménti percekben, pillanatokban is láthattunk. Isten jó hozott estét titeket. Kívánunk. Jó estét. Jó estét. Mező, kipihente magát? Nem, azóta sem. Ez egy nagyon érdekes sorozat, amiben van szerencséd, vagy volt szerencséd részt venni. Mesélj egy kicsit, légy szíves, arról, hogy hogyan kívánjátok bemutatni, ugye ősidőktől velünk emberekkel létező szakmák, tehát Jézus kora óta velünk élő szakmák, hogy ezek mennyire élnek ezek a szakmák, mit adnak nekünk ezek a szakmák, és szakrális berkekben is kutakodtok ezen szakmák mentén. Mégis hogyan áll össze ez a műsor? Hát nagyon fontos, hogy olyan szakmákat is bemutassunk, amik már kihalóban vannak. Például én nem is gondoltam volna, hogy ilyen a pásztor is. Amellett, hogy mindenféleképpen ezzel a műsorral nem direkt mód, de Jézusra szeretnénk rámutatni, és ezért is van a szakralitás és a vallás is, a hit. Ebben ezeket a foglalkozásokat megvizsgáljuk bibliai tekintetben is, Ószövetség, Újszövetség. Mindig segítségemre van egy lelkipásztor vagy pap, és van egy fantasztikus ember, aki visszatérő ebben a műsorban mellettem, az pedig a Vukics Adrián, egy muzeológus régész. Ugyanis visszamegyünk időben, Jézus korába, hogy vajon abban az időben, hogy csinálták ezt a foglalkozást, hogy űzték, milyen megítélése volt a szakembernek abban az időben, 2000 év alatt, hogy változott ez a foglalkozás, vagy nem változott. És hát nagyon jó érzés volt uniformist öltenem, és három napig részt vennem a kőkemény kiképzésben. Én nem vagyok katona viselt, ezért ez nekem egy komoly, nem csak fizikailag, hanem szellemileg is egy nagyon komoly. Ez kívás. Nagyon fontos. Ezt kérdezzük meg az zászlós úrtól, így van, hogy tud egy civil belelátni ebbe? Mert az, hogy elfárad, az csak egy pici része ennek az egésznek. Nyilván, hát próbáltuk Misit levinni a mélységekbe, de emellett próbáltuk fel is emelni, hiszen megmutattuk neki, én úgy gondolom azt a részt, hogy milyen egy közösségben, egységben működni, ahol már feladnám egyénként, de amikor ott van a parancs, és ott van, hogy mindenki mozdul rá, és mindenkinek menni kell, akkor ő is látta azt, hogy itt jobb, hogyha ő is elindul, és összeszedi még a legutolsó kis energiáit. Úgyhogy én úgy gondolom, ez egy jó tanuló út volt számára is, hogy együtt mindig könnyebb. László, megtudott valami újat a hivatásáról ennek a műsornak, a forgatásnak köszönhetően? Vagy Misi révén, igen. Igen, mert ahogy Misi mondta, egészen visszamennek ugye Jézus korába. Érdekes volt ugye a Adriennel beszélni a múlt római kori időszakáról, hogy mit és hogyan ettek, hogyan vitték, viselték a felszerelésüket. Tehát érdekes volt, nyilván azért katonaviselt emberként az ember azért a múltból is merít, hiszen azért a történelem fontos részét képezi úgy gondolom a katonáknak. És emellett azért nekem is érdekes dolgok kerültek elő így a repertoárba, hogy hogyan, mekkora felszereléssel mentek, és milyen élelmiszer csomagokat vittek akkoriban magukkal, úgyhogy jó, érdekes volt. És a megbecsültséggel mi a helyzet? Ez egy jó kérdés ebben a helyzetben, mert a megbecsülést én
magam szemszögéből én érzem, hiszen nagyon sok olyan barátom van, aki körbevesznek és elismerik a katonaságot, elismerik a katonát, büszkék arra, hogy sokan választjuk ezt a hivatást, hiszen ez nem csak egy szakma, egy munka, hanem ezt egy életvitelszerűen csináljuk, és ez egy életre szól. Tehát aki úgy gondolom egyenruhát húzott, még ha csak egy vagy két évre is, az valahol mélyen elültetődik benne egy olyan mag, amire büszke. Hiszen férfiak vagyunk, szeretjük megmérettetni magunkat, szeretjük azért macsónak képzelni magunkat, hogy te is ugye mondtad a forgatás hát során. És megvédeni mindent, ami fontos. És pontosan. És ezért vagyok büszke arra mindig, hogy mutatom a katonáink, hogy soha ne feledjük, amikor egyenruhát húzunk, a hazánkat képviseljük, és onnan mi már nagykövetek vagyunk. Misi, mi volt a legmeghökkentőbb? Azt mondtad, hogy rácsodálkoztál, hogy a pásztor szakma is kihalóban van. Ebben a sorozatban volt sok ilyen rácsodálkozás? Ha már a katonáról beszélünk, akkor a legmeghökkentőbb az volt, hogy valóban akit kaptam mellém, mint bajtárs, az mennyire komolyan vette ezt a feladatot. Mindenben ott volt mellettem, és mindenben segített. Vadidegenként. Egyszerűen az a fajta összetartás, az a fajta közösség egy cél érdekében, ezt megtapasztalni nekem, ez egy hihetetlen érzés volt. Én azelőtt én nem gondoltam, hogy ilyen szoros kötelék és komoly kötelék ki tud alakulni két ember között. Van már olyan szakma, amelyre más szemmel tekintesz? Az összes szakmára más szemmel tekintek. Na miért? Hát azért, mert az ember fejében van egy elképzelés, és sokszor azt gondoljuk, hogy azok nem is annyira bonyolult, nem is annyira nehéz szakmák, nem is kell akkora tudás hozzá. És rájövök arra, hogy minden szakma, ha professzionálisan szeretnénk csinálni, az egy teljes egész embert és teljes egész embernek a hitét kell, hogy képezze, mert különben az csak egy bohóckodás lesz. Úgyhogy minden szakma, bármilyen hihetetlen, a egyik legegyszerűbb szakma a pásztor, de hát nekem olyan szinten nagyra nőtt a szemembe ez a foglalkozás, hogy valami hihetetlen. Hogy a természetet hihetetlen. Ismerni, az állatot ismerni. Mindent. Viszont téged énekesként ismerünk, és van neked is kétkezi szakmád. Van, hát nekem az egyik szakmám az fafaragó, kosárfonó. Nekem nagypapám fafaragó volt, és minden nyáron a diófalat farigcsált, és én azt gondoltam, én naív, hogy én is majd fafaragó leszek, aztán elvégeztem ezt a sulit, természetesen nem, aztán belső építész is vagyok, de hát igazából abban sem dolgoztam. Én már 10 évesen tudtam, hogy én zenélni fogok. De ezek a tehetségek ott vannak benned. Remélem. Ezek a tehetségek, nem, én ezt nem saját magamnak róvom fel, ez nem az én érdemem, és azért jövök zavarva, amikor valaki dicséri azt, hogy milyen ügyes énekes vagy, vagy milyen szépen zenész. Én kaptam egy talentumot, azzal én próbálok élni és nem visszaélni, ez nem az én érdemem. Nagyon várjuk a zenéket, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük önnek is. Köszönöm.